helyzeti elemeknek a közvetlen gyakorlata, ami mondjuk más repülőgépeken nem természetszerű. A vízhelyzetre egy picit menjünk rá. A vízhelyzetre repülőgépen felszállsz, vízszintesen ballagsz, majd leszállsz. Így picit fordulsz erre-arra, de ki ne lötyenjen a pezsi a poharakból. Na most, abban a pillanatban, hogy ha van egy olyan probléma, ahol a robot, tehát a repülőgépnek a robotkormánya meghibásodik, vagy időjárásból adódó anomália, és mondjuk egy ilyen félhát helyzetben emelt orral kerül a repülő, kiderül sajnos,